Nagy Márk vagyok a Szegának Kft-t, és szeretném bemutatni itt az Agrumos Expo-n milyen újdonságokat hoztunk ki. Az egyik gép itt a Dalbo, a Dán Dalbo cégnek a PowerChain nevezetű gépe. Itt a videón látszik is, hogy ez egy láncos tárcsa, egy sekély művelésű láncos tárcsa. Azért, ha nem a videót nézzük, a gép azért egy hatalmas technika. Ez 132 tárcsatagból áll. Nagyon erős kialakítása van. A gépnek két fontos érdekessége van a láncos tárcsa kategóriám. Az egyik a súlyozás. Tehát ebben 2,4 kilós súlyokat lehet felszerelni. Ezeket általában az első sorra érdemes felrakni, mert azok mindenképpen a talajba hatoljanak. Gyakorlatilag nagyon jó talajba hatolást eredményez, olyan 2-4 centi ezeknek a tárcsáknak a munkamélysége. Tehát tarlóhántásra, gyomírtásra nagyon jók, nagyon jó még továbbá a talajegyengető képessége és a talajkövetése. A talajkövetésbe segít még a hidraulikus feszítés, ott a tárcsa végeken, ez gyakorlatilag egyedülálló megoldás, hogy hidraulikusan lehessen feszíteni a tárcsákat. A gépen itt továbbá apró magvető is föl van szerelve, amely akár lehet izobuszos vezérlés, ez éppen izobuszos vezérléssel is van, tehát egy precíziós pályázatba akár ebben a felszereltséggel berakható a gép. További újdonságunk itt a kiállításon, hogyha nézzünk az 51-20-as basak, török basak traktor mellett, megjött a kisebbik testvére, az 51-15-ös, ami 116 lóerős, és 83 kW-os motorral van, ami azt jelenti, hogy ez is a pályázatba, kertészetibe például, vagy az állattartós pályázatba beilleszthető. Ebben 24+24 sebességes kárárováltó van, Deutz motor, egy mutatós, jó felépítésű, nagy hasmagasságú technika. Bővebb információt gépeinkről honlapunkon találhattak, csak egy gyors átnézést szeretnék most ebben a videóban. Érdekesség itt például ez egy kis csúszókormányos rakodógép, réselővel felszerelve, tehát ez akár 90 centi mélységben tudja a rés nyitni. Persze többféle eszköz is felszerelhető rá, gyakorlatilag a fogóvillától kezdve még a kalapácsig, markolóadapter, 4:1 kanál és sok-sok egyéb, tehát vagy 30 féle adapter választható hozzá. Maga a gép egy igen profi kialakítású, 375 kg a maximális emelési képessége, itt egy nagyon komoly hűtővel rendelkezik, illetve egy igen-igen nagy teljesítményű, kategóriájában igen nagy teljesítményű hidraulika rendszerrel. Nem csak kerekes, hanem gumihevederes járószerkezettel is rendelkezik a gép. Ha már itt az Everunnál tartunk, a rakodógépeknél a újdonságként mindenképpen az új derékkialakításra hívnám föl a figyelmet. A fix games kategóriában a 4-es sorozat, tehát itt például a 4-16-osnál a 4-es sorozat, tehát ez már nagyon hasonló a GCB-hez
a derék kialakítása, a gém kialakítás, keskeny a gém, egy munkahenger emeli, így jó, nagyon jó rálátást biztosít a munkaterületre, a fülke teteje a szélvédő ívelt, így nagyon jó a kilátás fölfelé, illetve a derék, hogy nem csak a kanyarodás szűkebb az új derék kialakításnál, hanem a billentés is jó nagy szögeltérést engedélyez, hogy mind a négy kerék a talajon maradjon. Euro 5-ös motorral szerelt, tehát bármi pályázatba, ilyesmibe berakható, egyébként ez egy megbízható Hyundai motor. Nézzünk tovább, milyen érdekességet hoztunk még ki. Teleszkópos verzióba, nagyobba van például a 2500 F-es, ennek van kisebb testvére, az 1500 F-es, ezeknek is mind derék kialakítása már ez az újfajta rendszerű. Láthatjuk, hogy nem spóroltak az anyagból, itt azért igen-igen vastag anyaggal dolgoznak. Ennek a gépnek egyébként a gém is újfajta kialakítású, egy V alakú alsó része van, ami nagyon szépen megvezeti, pozícionálja a teleszkópot. És persze, mint tudjuk, a Zevorán rakodók igen kedvező áron vannak a piacon. Egy nagy testvért nézzünk innen kicsit távolabbról, mert hogy egy igen nagy, ahogy szoktuk mondani, a Monstrum, ez egy 130 lóerős Cummins motoros technika, 3 tonna emelési képességgel, 5,3 méter emelési magassággal. Csak hogy a nagy gépek kedvelőit is nek is mutassunk valamit. A kicsi kompakt gépeket szereti, annak például itt a Evorannak az ezrese, ebben egy 25 lóerős Kubota motor található, 3,2 méterre emel és 650 kg a maximális emelési képessége. Egyébként a gépekre mind akciós áraink vannak, nagyon sok gépünk elérhető raktárról. Spanyolországból hoztunk egy érdekességet. Nem mondhatnám annyira, hogy újdonságot, mert már jó pár éve hozzunk, és már rengeteget eladtunk. Ebből a 1,2 méter munkaszélességű soraj kaszából. Maga a kasza az 3 pengével szerelt, és kardános meghajtású. Traktor középtől 3,1 méterre tud oldalra kimenni, tehát egy 5-6 méteres sortávolságú gyümölcsösbe nagyon szépen használható, és szépen kitér a fáknál. Tehát ahogy itt a fának nekiütközik, az szépen ki is fordul. Alatta pedig a kések azok tudják vágni, hogyha gyakorlatilag valami ágat elkap, azt is nagyon szépen össze tudja darálni, tehát ami meccésből ott maradt. Nézzünk még itt az újdonságként a... Tehát a Caffini T-Van is egy újdonságunk, ez egy hatalmas 24 méteres munkaszélességű permetező. Az újdonsága az a újfajta a parallelogramma felfüggesztés, ez a korábbi Prestige Plus modellt helyettesíti. A vonórúd minden esetben rugózott ezeknél a gépeknél, tehát itt gumibakokon rugóztatják. A gép relatíve alacsony súlyponttal van, mégis nagy hasmagassággal, tehát inkább ilyen szélesített a tartálya. A kezelőszervek, azok itt nagyon szépen egy helyre vannak összeszedve,
könnyedén, átláthatóan, illetve a vegyszer bekeverő is leengedhető úgy, hogy könnyedén lehet beletölteni az anyagot, utána pedig föl lehet emelni szépen a permetező alakjával, vagy a permetező a tartályba kialakított tároló résznél. Menjünk erre tovább az újdonságokkal. Az autókban is az elektromos autók egyre divatosabbak, egyre jobban szeretik. Itt hoztunk az Everannak is egyre több elektromos gépe van, nem csak rakodógépek, hanem kotró is például. Ez egy 300 amperórás akkumulátorral rendelkező elektromos kotró. Ez a tapasztalatok szerint ezzel a nagyobbik akkumulátorral 12-15 órát kibír. Amennyiben, hogyha éppen lemerülne, akkor pedig hálózatról is még egyébként tud működni. Maga a gém az jobb oldalra 90 fokba fordítható, bal oldalra 30 fokba. Ez egy 1100 kilós saját tömeggel rendelkezik, és 1,7 méter az ásási mélysége. Hogyha tovább megyünk, egy újdonságot láthatunk. A T-Jetnek az újdonsága az elképzelés, hogy ne dobja el régi permetezőjét, hogyha izobuszos gépet szeretne, hanem fejlessze föl, tehát egy utólagos izobuszos felfejlesztés megoldható, gyakorlatilag a régi számítógép és kábelköteget kell kicserélni, ezeket az egységeket, illetve ennek a kábelkötegét kell a géphez hozzáépíteni, és egyből izobuszossá tehető a meglévő számítógép egy olyan 3000 eurós költséggel. Illetve, hogyha szeretnénk hozzá izobuszos vezérlőt, mert a traktor még mondjuk nem izobuszos, akkor egy általános izobusz monitorként, illetve kombinálva sorvezetőként a Matrix 908-as számítógép az például erre alkalmas. Tehát itt berakható ilyen osztott képernyőbe is, ahol félig a sorvezetés, másik oldalt pedig a permetezőnek az adatai láthatóak. Hogyha tovább lépünk, akkor láthatjuk a Mascar Delta szemenkénti vetőgépet. Ez egy állítható sortávolságú vetőgép. Ez egy, mondjuk úgy, hogy egy előgyártmány, egy előszériás. Ezt korábbi videónkban részletesen bemutatjuk. Itt az érdekessége például, hogy 280 kg lehet a csorosztja nyomása. Nézzük tovább. Van egy különleges kiadású Mascar Montana gabona vetőgépünk. Ennek az érdekessége, ez is egyébként izobuszos kialakítású, izobuszos vezérléssel van, de lehet normál, hagyományos vezérléssel is. Itt az érdekesség a négy magadagoló, négy magelosztó. A magelosztókból egyenletesen lejtő csövek mennek a csorosztjákhoz. A négy magadagoló pedig elektromosan egyesével zárható, tehát szakaszolható a gép. Tehát itt vannak a motorok, és itt a magadagoló az nagyon szépen zárható. Ezen a gépen a sorelzáró elektronika is van, illetve szektoronként vetésellenőrző. A magnyomó kerékkel pedig nem csak a talajmag kontaktot tudom javítani, hanem apró mag vetés, tehát például a repce vetés esetén nagyon precízen állítható a vetési mélység. De már itt a vetőgépeknél tartunk. Nézzük meg itt a hatalmas Junkari direkt vetőgépeket. Ez a gép is egész nagynak tűnik, de eltörpül
a következő a W600-as vetőgép mellett, ami a piacon egyedülálló, mivel mechanikus vetőgépként 6 méteres munkaszélességgel rendelkezik, 7150 literes a kombinált mag- és műtrágyatartály. Ez gyakorlatilag, ahogy megindulok, azonnal tud vetni, és nagyon szép, gyönyörű, egyenletes a vetése. Tehát a pneumatikushoz képest ez azonnal vet, sokkal kisebb a teljesítményigénye, tehát ezt egy ilyen 140-50 lóerős traktorral már lehet használni, ha nincs rajta a tárcsa. Ez egy 450 mm-es előtét tárcsa, ami után vannak a vetőegységek. Maga a gép az csigával hordja hátra a magot a tartály első feléből, és utána, vagyis bocsánat, a műtrágyát hordja hátra, a magasz hátulval, itt csigákkal hordja szét, két oldal körbe itt a magadagolókhoz, és onnan szépen megy le a két tárcsás csorosziához. Itt 100 kg-os csorosznyi nyomás lehetséges, és mindegyiknél magnyomó kerék van szépen utána. Az apró mag vetéshez pedig a hagyományos módszer szerint itt van, mindjárt ezt, tehát ott látszódik az apró mag, és akkor tudom itt ebben a kis piros pöcöket kell kiakasztanom, és akkor csak apró magot viszem, ha visszanyomom, akkor pedig normál gabonát tudok vetni. Jó, ezek voltak a legfőbb újdonságok kiállításon. Jöjjenek el, nézzék meg személyesen is.